leltároznak és új állandó kiállítást építenek a Munkácsi Múzeumban. Gördíthető polcrendszer és okos tükör. 12 millió forintot kap az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Megvan a hiányzó láncszem. Katarina Zsitková a BRS-e legújabb igazolása. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az oltási csoportok folyamatosan dolgoznak, felkészültünk a tömeges oltásokra. Ismertette György István, területi közigazgatásért felelős államtitkár az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Mint mondta, a tömeges oltásnak csak a vakcina mennyisége szab határt, amelyből jelenleg kevés van az országban. A tájékoztatón elhangzott, hogy a Pfizer újabb, több mint 35 ezer darabos szállítmánya szerdán érkezik az országba, valamint szó esett az oltási terv következő szakaszáról is. A szociális intézményeket követően a 60 év felettiek, köztük a nyugdíjasok oltását tervezzük, közülük is elsőként a védőoltásra jelentkezett 89 év felettiek oltására fog sor kerülni. Ők azok, akik többnyire természetesen otthonukban kerülnek majd beoltásra. Postai és internetes regisztráció alapján őket a házi orvosuk fogja beoltani. A házi orvosok megkapnak minden ezzel kapcsolatos pontos információt. Tűzödött ki egy Berényi úti családi házban Békés Csabán kedden, délelőtt nem sokkal. Egy családi ház hátsó része gyulladt ki és égett, körülbelül 30 négyzetméteren a Berényi úton. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral kezdték a lángok oltását, majd nem sokkal később sikerült megfékezni azokat. A Munkácsi Mihály Múzeum régészei többnyire február és november között végeznek ásatásokat. Amikor beköszönt a hideg télies idő, akkor az irodákban dolgoznak. Jelenleg leltározás és revízió zajlik a múzeum falai között, de az új természettudományos kiállítás építésére is készülnek. Akkor a száját mérő 6,9. Egy lelet megtalálása után a tisztítás és a restaurálás a legfontosabb feladat, majd ezután következhet a nyilvántartásba vétel. A múzeum egyik régésze elmondta, hogy éppen több helyről beszolgáltatott, apróbb elfekvő tárgyak leltározását végzik. Kap egy számot, egy számkombinációt, darabszám, a tárgy leírása, megszerzés módja, hogy ásatáson került, esetleg régészeti felügyelet során valaki beszolgáltatta, vagy mostanában ez az illegális detektorozással rendőrség lefoglalta, ilyeneket kell elképzelni. A nyilvántartásba vett tárgyak ezután azonosíthatóak és bármikor visszakereshetőek lesznek. Rengeteg munkánk van, hiszen több százezer tárgy van a raktárunkban. Ezek jó része leltározott, még több része még leltározásra vár, illetve folyamatosan gyűlik, lassan, de biztosan betelik a raktárunk. Még egyelőre tudjuk hova tenni ezeket a tárgyakat, de olyan nagy ütemben érkeznek be az új leletek. A leltározott tárgyak egy része aztán bekerül a raktárba, másik része pedig az új állandó kiállítás eleme lesz. Ez egy kevermesen előkerült állókő vagy stéli. A lelet érdekessége, hogy a Kárpát-medencében nincs hasonló darab, mint a kincse franciaországi párhuzamokkal rendelkezik. Ez a tárgy lesz az egyik látványossága a most épülő új állandó kiállításnak. A tárlaton Békés Csaba múltját, földrajzát, geológiáját, illetve állat- és növényvilágát szeretnék megismertetni a helyiekkel, illetve az ide látogató vendégekkel több ezer tárgy segítségével. Gördíthető polcrendszer, zenélőpad és egy okostükör is része lesz annak a 12 millió forintos fejlesztésnek, amellyel megújul az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Két kiállítóhelye. A beruházással a Kohán képtárban a raktározás nehézségei oldódnak meg, illetve interaktív elemekkel frissül az Erkel Ferenc emlékház tárlata. A gyulai Kohán képtár fejlesztésére 4 millió forintot nyert az önkormányzat. Az összeget egy gördíthető festménytároló polcrendszer beszerzésére fordítják, hiszen a régi polcokon már nem lehetett szakszerűen tárolni a műtárgyakat. Érintő kijelző, ami kiállításnak az egyik elemét képzeljük, installációnak az elemét.
Ez pedig már az Erkel Ferenc emlékház, ahol a teljes informatikai rendszer megújul. A kiállítás tartalma nem változik, de tovább bővül különböző interaktív eszközökkel. Egy kicsit a tudásátadást szeretnénk a mai kor színvonalára emelni. Ilyenek például az okospad, ami hogyha a helyet foglal rajta a látogató, akkor Erkel művek szólalnak meg rajta, vagy ami egy sokkal komolyabb, egy neurális hálózaton alapuló képfelismerésen keresztül mozdulatokkal lehet egy okos tükörnél tartalmat lehívni. A tárlatba továbbá bekerül a zeneszerző 1849. január 1-i keltezésű kéziratos kottája és 50 éves karmesteri jubileumára a nemzettől kapott aranykoszorúja is. Az Erkel Ferenc emlékház esetén pályáztunk a Kubinyi programra. A terveket mi készítettük el, a pályázatot Gyulaváros önkormányzata nyújtotta be. 8 millió forintot nyertünk, amihez 10% önerőt kell tennünk. A Kohán képtára és az emlékházra fordított összeg 12 millió forint. Az előkészítő munkák és a közbeszerzések már megkezdődtek, míg a munkálatok 2021 végére fejeződhetnek be. Csak semmi pára. 3D nyomtatóval készült használati eszközöket készítenek Békés Csabán a szemüvegeseknek. Újrahasznosított anyagokból nyomtatott műanyag maszk kiegészítőket a helyi tudományos élményközpontban készítik. Az ergonomikus eszközzel a szemüvegesek élete lehet könnyebb, hiszen segítségével kevésbé vagy egyáltalán nem párásodnak be a lencsék. Tehát megfogom, megfeszítem az egyik oldalt, és a nútba beillesztem és behúzom. Ez az egyik művelet, majd utána ugyanezt a másik oldalról megismétlem. Valóban a maszk hordás, ez a szemüvegesek átka, hiszen bármilyen körülmények közt képes párásodni a szemüveg. Természetesen erre sokféle megoldás van, sprétől kezdve mindenféle. Mi egy 3D nyomtatott termékkel indultunk, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fölfele áramló páradús meleg levegőnek a szemüveghez való megérkezését akadályozza meg. Ennyi a történet. Ugye ez nem saját fejlesztésről van szó, és beszéltünk is arról, hogy ezzel egyébként semmi probléma nincsen. Vannak az interneten olyan 3D modellgyűjtő oldalak, ahol rengeteg modell fönt van, akár ebben, akár más témákban is. Jó néhányat kipróbáltunk, nekünk ez a modell vált be a legjobban, és hát azt gondolom, hogy az utóbbi két hónapban nagyon sok, tehát több ezer embernek tudtunk segíteni abból, hogy ne párásodjon a szemüvegük. Ez egyébként minden korosztályt érint, de az idősebbeket különösen jobban érinti, hiszen ők a vírus miatt eleve veszélyeztetettebbek, és rájuk nézve nagyobb veszély a szemüvegpárásodás, hiszen könnyen eleshetnek, vagy bármilyen balesetbe következhet. Nos, hát mi tulajdonképpen erre nyújtunk egyféle megoldást. Azt a terméket, amit mi gyakorlatilag készítünk, gyártunk, forgalmazunk, az tapasztalatunk szerint az orrformára kevésbé érzékeny. Ugye itt az alapvető probléma az, hogy mindenkinek más és más az orrformája, mérete és mindenféle adata. Tehát ez egy kevésbé érzékeny történet, ezért jóval több embernek tud megoldást nyújtani. Azért hozzáteszem, hogy a vásárlóinknak körülbelül az 1%-ának ez sem jó, de nincs ezzel probléma. A másik, amit itt most ilyen prototípus szinten lehetett nézni, az viszont már az orr formájához, méretéhez képest egy sokkal érzékenyebb történet, hiszen magának az eszköznek az arc felől is és az orr csúcsa felől is zárni kell. Tehát ott, hogyha azzal elindulunk, akkor majd valószínűleg egy mérettáblázatot kell közzé tegyünk, hogy mindenki, aki azt a terméket választja, ki tudja majd választani a számára ideális darabot. Maga az alapanyag, ez a PLA nevű műanyag, ez valóban egy biopolimer, többek között kukorica keményítő alapanyagú, ami legfontosabb tulajdonsága, hogy ipari komposztálási környezetben
elbomlik, így nem szennyezi hosszú távon sem a környezetet. A használat kapcsán nem kell tartani attól, hogy bármi probléma lesz, tehát hogyha nem egy ilyen ipari komposztálási környezetben van, akkor az egy stabil, jó anyagról van szó. A elkészítési ideje, ugye itt van egy nyomtatás előkészítési idő, tehát amikor a 3D modellt nyomtatásra előkészítjük, ezt lényegében néhány perc egyszer kell elvégezni, és utána maga a nyomtatási idő az, ami fix. Itt a mi termékünkből egy darab, az nagyjából egy olyan fél óra alatt készül el, a kisebb termékek akár 10-15 perc alatt is el tudnak készülni. Itt nyilván egy nyomtatási körben egy tárcán több darabot készítünk el, tehát így a napi kapacitásunk az nagyjából egy olyan 3-400 darab. A Békés Csabai KK ismét legyőzte a Gyulai Color KE együttesét a férfi kosárlabda MB2 keleti csoportjában vasárnap este. A megyeszékhely együttese sikerével a tabella 5. helyét foglalja el, míg a vendégek továbbra is nyeretlenek a 2020-2021-es bajnoki kiírásban. A két együttes október 16-án már találkozott egymással ebben a bajnoki kiírásban. A Gyulán megrendezett mérkőzésen 86-46-os Békés Csabai siker született. A vasárnapi találkozón is hasonló volt a forgatókönyv. A házigazda Békés Csaba a 33 pontos első negyed után 22 egységgel lépett meg ellenfelétől. Jancsika Árpád együttese a félidőre 60-33-ra növelte előnyét. A harmadik negyedben szintén a fehérmezes hazai csapat uralta a játékot, a fiatalok bőven kaptak játék lehetőséget. A negyed végére 47 pont volt az együttesek közötti különbség. Az utolsó 10 percben sem változott a játékképe, a jól triplázó Békés Csaba végül 116-54-es sikert aratott a Gyula ellen. A támadásunkon még van mit javítani, a védekezésünk azt mondhatni kezdő összeáll, még azon is van mit csiszolni, de úgy gondolom, hogy a mérkőzésen lehetett látni a fejlődést. A Békés Csabai KK vezetőedzője elmondta, örül annak, hogy a fiatal játékosainak is lehetőséget tudott biztosítani, akik jól szálltak be a mérkőzésbe. Jancsika Árpád hozzátette, a találkozó kiválóan szolgálta a felkészülésüket a soron következő bajnoki rangadók előtt. 15 játékosunk is elkapta a koronavírust, úgyhogy nagyon keveset tudtunk edzeni, másfél hónapig szinte 3-4-en voltunk edzésen, úgyhogy szinte egy második alapozást tartottunk december végén, január elején, és most elkezdtük a védekezést gyakorolni, idén már, vagy ezen a héten már támadási elemeket is, és ezeket gyakoroltuk főleg. Hát szerintem főleg fizikálisan voltunk jobbak, mint a gyulaiak, kicsit jobb kondiba vagyunk, talán többet is edzünk, mint ők. Én azt hiszem, ezért volt ilyen nagy különbség most a két csapat között. A Békés Csaba legközelebb január 23-án 17 órától játszik bajnoki mérkőzést. A Viharsarki együttes akkor a 6. helyezett Kiskunfélegyházi KC gárdáját fogadja. A rájátszás előtt újabb játékossal erősítette keretét a Szvidelszki Békés Csabai Röplabda Sportegyesület. A Csabai Klub a szabadon igazolható 31 esztendős átlóposzton bevethető Katarina Zsitkovát szerződtette a szezon végéig. Az Extraliga rájátszása előtt újabb erősítést eszközölt a BRS-e. A hazai bajnokság több együttese az átigazolási időszak finisében jelentett be új szerzeményeket, amelyek következtében tovább nőtt a liga színvonala. A 31 éves ukrán születésű, de azeri válogatott sportoló, aki Challenge Kupa győztes és CEF Kupa döntőben is szerepelt, január első napjaiban kezdte meg a felkészülést a Békés Csabai csapattal. Azt láttuk, hogy egy motivált olyan játékosról van szó, aki tud azonosulni a klubnak a céljaival, és annak ellenére, hogy ő a világ top bajnokságaiban játszott, illetve nagyon komoly szereplője az európai röplabdázásnak, egyáltalán tényleg láttuk, hogy sztárralülőktől mentes, alázatos, dolgos lányról van szó. Katarina Zsitkova a 2020-21-es idényt az AEK Athén gárdájában kezdte meg. A koronavírus járvány miatt azonban félbeszakadt a bajnokság, a játékos és a klub szerződést bontott, így szabadon igazolhatóvá vált.
Azért döntöttem úgy, hogy Békés Csabán folytatom a karrierem, hiszen korábban sokat hallottam már az együttesről, a sikerekről és a háttérben zajló munkáról. Az ügynököm Dobi Edina jelezte, hogy érdeklődnek irántam Békés Csabáról, és javasolta, hogy jöjjek el ide és nézzem meg, tapasztaljam meg, milyen munka zajlik itt. Örülök, hogy így döntöttem, jól érzem magam. A játékos elmondta, hogy mindent megtesz majd annak érdekében, hogy csapata segítségére legyen a kitűzött célok elérésében. A 31 esztendős átló szeretné bajnoki címmel és kupagyőzelemmel zárni a 2020-2021-es idényt. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!